Kedves vendégeink! Az Aba Sámuel Szakképző Iskola végzős diákjai nevében szeretettel köszöntöm a szalagavató ünnepségünkön megjelent minden kedves vendégünket, az intézmény vezetőit, az iskola oktatóit, valamint a technikai dolgozókat. Külön tisztelettel köszöntöm Bukta Márta főigazgató asszonyt, a Szerencsi Szakképzési Centrum vezetőjét. Dr. Szatmári Antal Tamás urat, egykori intézményvezetőt. Valamint a duális partnereink megjelent képviselőit. Pásztor Roland urat, az Alfa Fém BT-től. Csepej Zoltán urat, az ács tanulóink mesterét. Varga Istvánnét, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Boldogkőváraljai Fogyatékosok Otthonának vezetőjét. Paul József urat, a Paul és Társa Kft. Ügyvezetőjét. Gömöri József úr, a Szikszói Innotim Kft. Ügyvezetője, sajnos nem tudott megjelenni, de ezúton is köszönjük a tanulókért végzett munkáját. Köszöntjük továbbá, így van, egy tapsot ő is megérdemli. Köszöntjük továbbá a szociális ápoló és gondozó tanulóink gyakorlati oktatóját, Boldogkőváraljáról Kranyák Erikát. Két év kihagyás után újra a hagyományos keretek között, színvonalas műsorral, az alkalomhoz méltó helyszínen és nagyobb közönség előtt kerülhet sor a szalagtűzési ceremóniára. Kérem, fogadják szeretettel a tanulók nagy lelkesedéssel összeállított színpadi produkcióit. Elsőként Horváth Károly és Rontó Zsolt 11. A-osztályos hegesztőtanulók mondanak köszöntőt a végzősök nevében. Tisztelt vendégeink, igazgatóasszony, osztályfőnökök és végzős diáktársaink! A szallagavató minden iskolában meghitt ünnep, amely jelzi, hogy mi lettünk a legnagyobbak a diákok körében, akiknek követendő példával kell előjárniuk. Nem csak azért várjuk a szallagavató ünnepséget, hogy megkapjuk a szallagokat, hanem azért is, mert ez az egyik utolsó alkalom, amikor diáktársainkkal a tanórákon és gyakorlatokon kívül önfelett lehetünk együtt. A szallagon szereplő felirat emlékeztet az együtt töltött évek örömteli pillanataira, de csalódásaira és keserűségeire is. Mi, végzősök, nem csupán a tanítási és a gyakorlati napokra, órákra emlékezünk, hanem az iskola 9. osztályban velünk kezdődött diáktársainkra is. Sajnos nagyon sokan nem állhatnak itt velünk, ilyen büszkén és meghatottan. Ez a szallag arra is figyelmeztet, hogy még jobban összpontosítsunk a tanulásra, mert közeleg a nagy megmérettetés. A szakmunkás vizsga. Itt állunk a felnőtté válás közepén. Elindulhatunk céljaink megváltása felé. Mindez azonban szüleink, nevelőink, tanáraink, szakoktatóink támogatása nélkül nem sikerülhetett volna. Szeretnék köszönetet mondani áldozatos munkájukért, gondoskodásukért, szeretetükért. Azon leszünk, hogy az előttünk álló vizsgákon büszkék lehessenek ránk, és ne okozzunk csalódást. Végül diáktársaimhoz intézném szavaimat. Szabó Magda, Kossuth Díjas magyar író, költő, műfordító, gondolatot osztanám meg veletek. Emlékezz mindenre, aminek örültél. Emlékezz, ami jó volt, emlékezz arra, amit értett tettek a nehéz órákra, amelyek szerencsésen elmúltak, és azokra, akik segítettek abban, hogy elmúljanak. Emlékezz arra, hogy segíteni kell azokon, akik rászorulnak. Emlékezz arra, hogy önzetlen légy, fáradhatatlan, becsületes, igazmondó és önfeláldozó. Felejtsd el, ha félsz. Felejtsd el, ha gonosz indulataid vannak. Emlékezz arra, hogy mi jó, és sose felejtsd el, hogy csak jót szabad tenned, ártanod sose. Köszönjük szépen a figyelmet! Ünnepségünk folytatásában Váci Mihály Szelíden, mint a szél című verse hangzik el. Köteles Mónika, Horváth Emese,
Glonci Natália Zsuzsanna, Batyi Lajos, Fazekas Adrien és Lakatos Fanni előadásában. Szőkén szelídem, mint a szél. Feltámadtam a világ ellen. Dúdolva szálltam, tényfelektem. Nem álltam meg, nem is siettem. Polt rúgtam, ragyogtam a mennybe. Círógatott minden levél. Szőkén szelídem, mint a szél. Minden levéllel paroláztam. Utamba álltak annyi százan. Fák, erdők, velük nem vitáztam. Fölényesen legyintve szálltam ágai közt, szép suhanásban. Merre idő vonzott, sötér. Szőkén, szeliden, mint a szél. Nem erőszak, s akarat által. Ó, szinte mozdulatlan szárnyal, áradtam a világon által, ahogy a sas körözve szárnyal. Fény, magasság sodort magával, szinte elébem jött a cél. Szőkén, szelíden, mint a szél, a dolgok nyáját terelgettem, erdőt, mezőt is hihetettem, s a tüzet égjen hevesebben, ostort ráztam a vetésekben. Így fordult minden vélem szemben. A fű, levél, kalász is engem tagad, belém köt, hogyha lebben, a létet magam ellen szítom én. Szőkén, szelíden, mint a szél, nem lehetett sebezni engem. Ki bántott, azt vállon öleltem, értve számva úgy megszerettem. Ahogy áltott, megszégyenítettem, és szálltam én sebezhetetlen. Fényt tükrözök, csak sár nem ér. Szőkén, szelíden, mint a szél, jöttömben csendes diadal van, sebet hűsít fényes nyugalmam, golyószurony kínsűrű rajban süvített át, s nem fogott rajtam. S miben naponként belehaltam, attól leszek pusztíthatatlan, s szelíden győzök, mint a szél. Zenei blokk következik. A Muroprál együttes az ékes bizonyíték arra, hogy önszorgalomból, kemény és kitartó munkával, rengeteg gyakorlással, bármiféle zenei előképzettség nélkül is, de a tehetség utat tör magának. A zenei formáció két tagja is intézményünk tanulója. Horváth Roland és Aranyosi Szilárd, 11. A-osztályos hegesztő tanulók, az iskolai ünnepségeink állandó szereplői, akik több felkérést is kapnak a környező településekről. Zenekarukkal számos, sikeres koncertet is adtak falunapokon, jubileumi rendezvényeken, emellett klipjeik a televízióban is megtekinthetőek. De a legkiemelkedőbb sikerüknek az X-faktoros szereplést és a mentorházig való továbbjutást tartják. A mai alkalomra különleges összeállítással készült a négy tagú formáció, fogadják őket szeretettel. Ördög bújt a botomból, százasak a lapom szélén, de csuhaja. Itt hajott meg ez órában, ha van arányim napája csuhaja. Hát vakuljak meg ez órában, ha van arányim napája csuhaja. Nale mano, nale mas, nale magelli avere di te vero. A tua cura a van parani papà lo chuvaio. A tua cura pegue sorava, a van oro di papà lo chuvaio. Megforgatom botomat, leütöm anyósomat, hely de csuhája. Az anyósom olyan fürge, ugrik, mint egy űzött dürge csuhája.
hát az anyósom olyan fürge, ugrik, mint egy győzött ürge csúhajja. La 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 la. Köszönjük szépen! Sándor gondolatait Olá Margaréta Jázmin, szociális ápoló és gondozó tanuló tolmácsolja. Margaréta neve ismerősen cseng iskolánk tanulói, dolgozói számára, hiszen ő az, aki az elmúlt 3 évben szabadidejét feláldozva is többször vállalta, hogy tanítás után benn maradt az intézményben verstanulás, gyakorlás, önfejlesztés céljából. Felolvasásaival hozzájárulva nemzeti ünnepeink, ünnepségeink színvonalának emeléséhez. Fogadják előadását szeretettel. Kegyelem. Először sírsz, azután átkozott, aztán imádkozol. Aztán megfeszített köröm szakadtig maradék erőd. Akarsz, eget ostomró akarattal, és a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Aztán elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tomba kábulattal, szótalanul, gondolatlanul mondod magadnak. Mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen menekvés. S akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, bűnbetegség, hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled, és olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától, friss gyümölcsterem. Ez a magától, ez a kegyelem. Az elmúlt 3 év színes kalandjairól meséljenek most a képek. Tekintsék meg videó összeállításunkat a végzős tanulókról.
Vajon van-e még csillag az égen, az égben mi ránk tekint? Amint egy gyermek játszik egy játszótéren, egy felnőtt rá legyint. Csak egy kicsit, gyere odébb, csak egy kicsikét legyél még. Csak egy kicsit olyan, mint a felnőttek, mert az rendre szép. Ha álmodtak, a szürkén néznek, csak bólogatnak rád. Pedig a rajtra készen éned, egy kis biztatásra várt. És a földről mind feláll, akiben tombol még az ár. Élni készül, elsodor minden, nincs többé határ. Úgy felnőttünk, úgy alakult. Ha csak a boldog időket nézem, ugye milyen rendület lesz ég, ahogy előre biztolítem, s nem lát rád odakint. Látom az arcod a régi álmok, ahogy feltörnek megint, mi vagyunk saját tükreink. Visszanézek, eltelt pár év, jó és rossz talán. Mit másként tettünk volna, az már nincs többé csupán. Elengedni kell, mi elmúlt, mint lombjait a fák. Engedik, mert újra jön még tavasz a tél után. Felnőttünk, úgy alakult. Csak a boldog időket nézem, ugye milyen rendület lesz én, ahogy előre visszaléptem, s nem állt el odakint. Látom az arcod a régi álmok, ahogy feltörnek megint, mi vagyunk saját tükreink. Felkérem Tótné Juhász Barbara igazgatóasszonyt, tartsa meg ünnepi beszédét, majd azt követően adjon engedélyt a szalagok feltűzésére. Sok szeretettel köszöntök minden kedves vendéget, és nagy örömmel a szívemben köszöntöm a szalagtűzésre váró diákjainkat is. Valóban öröm és büszkeség van bennem, bennünk mindannyiunkban. Örülök, hogy végre méltó helyen és méltó létszámban ünnepelhetünk, mert elég szép számmal látok most itt a szalagtűzés előtt. Nem csak nektek végzős tanulóknak új ez a helyzet, hanem egy kicsit nekem is, hiszen az előző években osztályfőnökként álltam a színpadon,
és most először az iskola vezetőjeként beszélek hozzátok. Gyorsan elrepült ez a 3 év, nagyon sok minden történt veletek. Létszámban valóban kicsit megfogyatkoztatok, vannak, akiket más felé sodort az élet. Osztályfőnökváltások is történtek, sőt, még igazgatóváltás is történt ebben az időszakban, de ti mind itt maradtatok. És ezt a maradni akarást, ezt az elhatározottságot kell követnetek folyamatosan a továbbiakban is. Ha valami nem a tervetek szerint alakul, akkor mindig tovább kell lépni és menni előre, ki kell magatok elé tűzni egy célt, és azt minden áron el kell érni. Mert az élet csak úgy ér valamit, hogyha célokért küzdünk folyamatosan. A szalagavató után az első ilyen fontos cél, biztos vagyok benne, hogy mindannyiótoknak a ballagás és a sikeres szakmai vizsga lesz majd. Legalábbis remélem. Én emlékszem az első találkozásunkra, én mindig mindenkire emlékszem. Nem tudom, hogy ti emlékeztek-e rá vajon, nem vagyok benne biztos. Az viszont biztos, hogy mindannyian hagyunk valami kis nyomot egymás lelkében. Ahogy a fotókat néztem, tudom, hogy tegnap láttátok a videót, nagyon nehezen írtam ezt a beszédet egyébként, de a fotók segítettek egy kicsit, és ez a pillanat most, illetve ez a pár perc egy ilyen közös visszatekintés az együtt eltöltött időre, és ezekre az együtt szerzett élményekre is. Mint például, mikor paprikás krumplit főztetek együtt, vagy amikor az étteremben kiderült, hogy van olyan gyerek, aki nem szereti a rántott húst. Illetve, hogy Budapest busszal sokkal messzebb van, mintha a világ végére akarnánk menni. Ez biztos. Tehát nekem sok ilyen apróság eszembe jutott, és én gondolom, hogy nektek is, ahogy ezeket felidézem. Mert én úgy gondolom, ismerjük egymást annyira, hogy mondhassam, hogy mi itt így mindannyian összetartozunk. És oktatóitokkal együtt, és a gyakorlati oktatókkal is természetesen, mindig örömmel és bízva, bennetek bízva segítettünk eddig, az életben is, ha szükség volt rá, és a tanulásban is, és a továbbiakban is ezt fogjuk tenni. Úgyhogy, ha bármilyen segítségre van szükségetek, bátran forduljatok hozzánk, mert itt leszünk, és mellettetek fogunk állni az utolsó hajrában is. Mert, ahogy az előbb már mondtam, mi itt mind összetartozunk. Van még itt valaki, aki ugyanúgy ide tartozik hozzánk, vagy közénk, illetve hozzátok, és szintén szeretne pár szót szólni, úgyhogy most egy kicsit visszaadom neki a stafétabotot. Szeretném kérni dr. Szatmári Antal Tamás volt igazgató urat, hogy fáradjon a színpadra. Voltam már ilyen helyen, elhihetik. Tisztelt igazgatóasszony, hálásan köszönöm a meghívást. Hálám jeléül kérem szépen az alkalmazotti közösség fogadja ezt a szerény virágcsokrot. Köszönöm szépen. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves diákok, kedves kollégák, két gondolat köré engedjék meg, hogy egy rövid kis beszédet szerkesszek
Az első gondolat a gratuláció, a második gondolat a búcsúzás. Én utána néztem a tablókon, az elmúlt 10 évben soha nem volt ennyi diák a színpadon, soha nem kapott ennyi diák szalagot. Beérett a közös munka. Beérett annak a munkának a gyümölcse, amit itt mindannyian elvégeztük. Kedves szülők, kollégáim, adminisztratív és technikai dolgozók, duális partnerek, végül, de nem utolsó sorban a fenntartó segítségével oda került ez az iskola a szakképzési rendszer piacán, ahová már régen tartoznia kellene. Ezek a csibészek és vadócok, ez utóbbi a lányokra vonatkozik, ha nem is készültek még fel teljesen az életre, de eljutottak oda, hogy kiengedhetjük őket szerencsét próbálni. Megdolgoztak érte, meg fognak még dolgozni érte, mi pedig úgy, ahogy igazgatóasszony is említette, segítünk neki. Én még direkt beszélek többes számban, mert úgy érzem, ide tartozom. Nem fog rólam szólni a szalagavató ünnepség, de engedjék meg, hogy a búcsúzásról 3 mondatot mondjak. Hirtelen, váratlanul távoztam a nyár folyamán. Az itt folyó munkára magasabb színpadon is felfigyeltek, és olyan ajánlatot kaptam, amire nem mondhattam nemet. Ugyanakkor itt marad, szóval csak az igazgató búcsúzott, itt marad a kolléga, itt marad az oktató, sok-sok ember tekintetében azt hiszem nyugodtan mondhatom, itt marad a barát, itt marad az ismerős, és örökre szívembe zártam az Abba Sámuel szakképző iskolát. Bárhová sodor engem az élet, az itt jelenlévők mindig számíthatnak rám. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen. Nekem már nem maradt ma más dolgom, más teendőm. Az engedélyt a szalagtűzésre megadom. A 11. A osztály osztályfőnöke Dzsupin Éva. A hegesztő osztály tagjai számára osztályfőnökük feltűzi a szalagot. Haranyosi Szilárd. Honnan indultam, s közben mennyit áldoztam, óvtam éjszakákon át a holnap féltett szálogát, mert ha vannak Horváth Károly. Biztos lesznek könnyeim, ám a fél homályon át már dereng az új világ, és végül az leszek, Horváth Roland. Viszek, és nem felejtelek, törj ki a csendből, a sötétből, szeres szívből, semmi nem. Makula Valentin Csaba. Radics Sándor Kevin. Mikor úgy jött el az a reggel, hogy én felhagytam már mindennel, még álmodtam, tovább változtam, és a legfőbb percben háló nélkül ugrottam. Rontó Zsolt. És nem is féltem akkor már. Tölj ki a csendből, a sötétből, szeres szívből, semmi nem volt kár a percét. Sárosi Botond. Lesz már
Szűcs István. Tör ki a csendből, a sötétből, szeres szívből, semmi nem volt kár. Szűcs Krisztián. Semmi nem volt kárpecél, mi most szívél, felemeltél, s mindig itt lesz más ízél. Váradi Roland. Zsupi Néva osztályfőnöknek a szalagot feltűzi Szűcs Krisztián. A 11. B osztály osztályfőnöke az utolsó tanévben Juhászné Tóth Krisztina. Az ezt megelőző két tanévben Sohajda László János tanár úr egyengette az ácskőműves osztály tanulóinak útját, és járult hozzá a gyermekek ismereteinek bővítéséhez, sikeres ágazati alapvizsgájuk eredményeihez. Ezúton kérjük fel Sohajda László János nyugalmazott, és Juhászné Tóth Krisztina jelenlegi osztályfőnököt, tűzzék fel a végzősöknek a szalagot. Batyi Lajos. Mesélek a bornak, már hallani is unja. Hajnalokon át két kezemet fogja. Kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, Bodnár Mihály Róbert. Itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, annak melegét mi visszavár. Csóka Tibor. Mesélek apámnak, mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Gajas Géza. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok. Katona István. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, annak melegít mi visszavár. Lakatos Arnold. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Mata Marcell. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, mert... Sohajda László János nyugalmazott osztályfőnöknek a szalagot feltűzi Batyi Lajos, Juhászné Tóth Krisztina osztályfőnöknek a szalagot feltűzi Csóka Tibor. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
11. C osztály osztályfőnöke, Olejnyikné Tőkészki Edit. A divatszabó, szociális ápoló és gondozó osztály tagjai számára osztályfőnökük feltűzi a szalagot. Bóna Tamara. Csikia Péter. Fazekas Adrián. Tárd ki a fénynek lelket, hogy te is felfedezhest minden csodálatos világ. Lonci Natália Zsuzsanna. Minden tár titkot rejt, s otthon él már ember, átok lehet is áldott sorsok. Horváth Emese. Rég volt boldog ősök, és nem csak fényes hősök, névtelen víg és dolgos millió. Horváth Vivien. Az élet cél, az élet minden, a rangot, pénzet semmi nincsen, a legnagyobb kincs mégis csak ti. Vágy és képzelet, küld, hogy lásd, hogy megismerd. Hótai Olga Vivien. Tölti meg a létezést, a föld csak néked őrzi titkát, s ez végtelen nagy gazdagság, csak tudd is akart látni bűvét varázsát. Köteles Klaudia. Bár a messzi ismeretlen, a tudás az, mi fölemel, várnak rád új és új csodát. Az élet cél, az élet minden. Köteles Mónika. Földön ember, a lánc mi egybe köt, nem hullhat szét. Lesz út, lélektől léleki, lesz kinek meg. Kuru Laura. Világot titkait. Az élet cél, az élet minden, mondhatják, hogy semmi nincsen, a legnagyobb kincs önkét ér. Lakatos Fanni. Lázi Esmeralda Glória. Mi barlang vagy dzsungel, folyó zúgzott tenger, magányos ő Madarász Virág. A parton trópusi nap hevében, még hegyek közt a télben, utat tör tehetség és szorgalom. Olá Margaréta Jászmin. Minden sors új kezdet, remélés küzd az ember, keresni ott lehetne boldog. Teremtő lázban éve, Varga Barbara. Egy új gond szebb reménye, mint lámpás fénye mindig felragyom. Az élet cél, az élet minden, Vilk Enikő. Pénzed semmi nincsen, a legnagyobb kincs mégis az ti. Ösztön vágy és képzelet, küldöd lásd, hogy megismerd azt, mi értelemmel tölti meg a létezést. Hol
enyiknél tőkész kredit osztályfőnöknek a szalagot feltűzi, LKTS Fanni. Csak tudni is akar látni bűvi varázsát. Vár a messzi ismeretlen, a tudás az, mi fölemel. Várnak rád új és új csodák. Az élet szél, az élet minden, s míg létezhet a földön. Végzős diákjaink szalagot tűznek fel Tótné Juhász Barbara intézményvezető asszonynak, Bukta Márta főigazgató asszonynak, dr. Szatmári Antal Tamás egykori intézményvezetőnek, valamint a gyakorlati képzőhelyek vezetőinek, Pásztor Roland úrnak, Csepej Zoltán úrnak, Varga Istvánné intézményvezetőnek, Paul József úrnak, Krajnyák Erika oktatónak. Utat tör, tehetségi szorgalom. Minden sors új kezdet, remélés küzd az ember, keresni ott lehetne boldog. Teremtő láz van égben, s egy új gond szebb reménye, mint lámpás fénye mindig felragyog. A feltűzött szalagok mellé szeretettel adom át most nektek az osztályfőnökök nevében Reményik Sándor útra való gondolatait. Mosolyod, mely szívből fakad, aranyozza be arcodat. Mosolyod nem kerül pénzbe, mégis sokat ér testvéred szemében. Gazdagítja azt, aki kapja, s nem lesz szegényebb az sem, aki adja. Pillanatig tart csupán, de örök nyomot hagy maga után. Senki sem olyan gazdag, hogy nélkülözni tudná, és senki sem oly szegény, hogy meg nem érdemelné. Az igaz barátság látható jele. Hinsd be a világot egészen vele. Mosolyod, nyugalom a megfáradottnak, bátorság a csüggedőnek, vigasztalás a szomorkodónak. Mosolyod értékes, nagyon nagy jó, de semmiért meg nem vásárolható. Kölcsönözni nem lehet, ellopni sem, mert csak abban a percben van értéke, amelyben arcodon megjelen. És ha ezután olyannal találkozol, aki nem sugározza a várt mosolyt, légy nagy lelkű, s a magadét add, mert senkinek sincs nagyobb szüksége mosolyra, mint annak, aki azt másnak adni nem tudja. Meghatottan állunk most itt, a végzősök immár a feltűzött szalaggal. Ez a szalag jelkép, egy kezdet, a felnőtté válás kezdete. Ne feledkezzünk meg azokról sem, akiknek sok mindent köszönhettek, hogy idáig eljutottatok. Egy mondás szerint mindenki okkal érkezik az életünkbe. Lesz, aki csalódást tartogat majd, ami által erősebbé válunk. És lesz, aki a hitünket adja majd vissza, és átsegít a nehezebb életszakaszokon. Nevezzük őket szülőnek, nevelőknek, gondviselőknek. Egy biztos. Odaadó munkájukért, támogatásukért, gondoskodásukért egy szálvirág csekélység, de fogadják ezt az ajándékot szeretettel végzőseinktől. Visszasírom néha azt a régi népmesét, ahogy az ágyon ülve súgtad, míg az álom el nem ért. Tudtam, nincs mitől félnem, aki mellettem van az ördögtől, és megvéd. Teltek, múltak az évek, s rájöttem. Nem vártam, nem kértem, de felnőttem.
szór bőrült lányok, s a végtelen. De ma is itt vagy mindenemben, hiszen így rendelt a sors. S mindig érzem képzeletben, ahogy szeniden átkarolsz. Bár csak egyszer, ó, egy pillanatra újra gyermek lehetnék, bátran játszanék a tűzzel, azt remélve, hogy semmi baj nem ér. Bár csak egyszer, ó, egy pillanatra újra érezhetnék, mire nincsen szó. Ahogy a széltől is ó. Néha a régi kis szobám, hol annyi verset írtam, de hisz ott voltál. Tudtam, kérhetek bármit, hiszen mindig számíthattam rád. Teltek, múltak az évek, s rájöttem. Kedves vendégeink! Feltűzött szalaggal indítjuk most útjukra a végzős tanulókat, egy újabb állomás, a közelgő szakmunkás vizsga felé. Megkérem a Szerencsi Szakképzési Centrum képviselőit, duális partnereinket, az oktatókat, illetve a mai nap főszereplőit, a végzős tanulókat, hogy egy peskős kocintásra fáradjanak át a Művelődési Központ kis termébe. Szalagavató ünnepségünk véget ért, köszönjük a figyelmet!